A nyíregyháziak abban reménykedtek, hogy Ajkán végre véget vetnek közel egy éve tartó nyeretlenségi sorozatuknak. Emellett szólt az, hogy az NTK még soha nem kapott ki Ajkán, ellene viszont az, hogy nem a legerősebb összeállításban utaztak el a vendégek. Ehhez képest az első körben a fiatal erős Adrián megszerezte a csapatpontot, Szegő Levente pedig az utolsó dobásoknál veszített ellenfelével szemben. A középső sorban Hakker Dezső 680-val szerzett pontot, Finta Zoltán viszont kikapott riválisától. Ekkor 2-2-re állt a mérkőzés, viszont 73 fa előnyük volt a vendégeknek a zárópárosok előtt. Magyarorsi Péter rögtön az első szedbe mattolta a hazaiak egyik stabil játékosát, míg a Szlovenszk Attila folyamatosan kapta a hátrányt, de abszolút fej-fej mellett haladtunk, továbbra is a 70 fa felett álltunk. Olyannyira izgalmasan csökkent a előnyünk, hogy az utolsó szett utolsó tarolására már csak több mint 10-12 fás előnyünk volt, és ide-oda billent a mérleg nyelve. Azonban a Magyarorsi Petrinek sikerült nagyon jól teljesíteni az utolsó tarolását. Nagy meglepetésre a sírból visszahozta a párharcát, megszerezte az egyéni pontját 580 fával, míg mellette a Szlovenszki Attilát cseréltük a ismét szintén ifjúsági korú Bíró Zsoltra, és jól sikerült ez a csere, mert megzavarta a hazaiak másik stabil játékosát, és így alakulhatott ki az utolsó előtti dobásba. Én már jeleztem, hogy sikerült megnyerni ezt a meccset 5-3 arányban, és már tényleg felszabadultan tudtunk ünnepelni. Hát hozzáteszem, hogy ez már nagyon ráfért a csapatra. A nyíregyháziak szombaton a Ferencvárost fogadják a Városi Stadion Tekecsarnokában. Budapesten nagyon jó mérkőzést játszottunk, és egy nüansznyival mi most alul maradtunk. Azonban a Ferencvárosnak olyan a sorsolása, hogy nagyon nagy esélye van a negyedik helyre odaérni a bajnokságban, a Győrt letaszítva a nemzetközi kupaindulási jogáról, úgyhogy nekik feltétlenül nagyon fontos mérkőzésük lesz ez a nyíregyházi fellépés. Még számunkra igazából már nincs tétje továbbra sem ennek a mérkőzésnek, de titkon azért remélem, hogy önmagunkat sikerül felülmúlni, végre hazai pályán nyugodtan játszani, és bízunk benne, hogy meglepjük a Ferencvárost, mert mindenképpen képesek vagyunk a bravúrra, mint ahogy ez a mostani ajkai mérkőzésünk is mutatta. A Superliga tabelláját 3 fordulóval a zárás előtt a Szeged vezeti, 1 ponttal megelőzve az Alaegerszeget. A 2 ponttal sereghajtó NTK már kiesett a legmagasabb osztályból.